Köszöntöm a Kölcsér televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkra, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Sportágazati képzés indul a nyíregyházi Bencs szakközépiskolában. Nemzetközi kerékpárversenyt rendeznek szombaton Nyíregyházán. Vereséggel zárta a szezont, de bennmaradt a piros csoportban az NKS. Ismét bejutott az atlétika csapatbajnokság döntőjébe a Nyíregyháza Debrecen vegyes csapat. Újabb 4 évre beválasztották az MKUS elnökségébe Sitko Ernőt. Sportágazati képzés indul ősztől a nyíregyházi Bencs szakközépiskolában. Az intézmény elsősorban fiatal sportolók jelentkezésére számít, akik az érettségi megszerzése mellett edzői vagy masszőri képesítést is szerezhetnek. Nyíregyháza egy sportos város, és hál' Istennek nagyon sok jó sportolónk van, és a fiatalok között is nagyon szép eredményt érünk el. Úgy gondoltuk, hogy ha a Széchenyiben be is fejeződik ez a képzés, folytassuk egy másik iskolában, és a Bencsre esett a választás. Azt gondolom, hogy ebben az iskolában minden feltétel biztosított, ahhoz maga az igazgató is nagy sportos múlttal rendelkezik, a tantestület nagy hozzáértéssel, és azt gondolom, hogy a sportcentrummal való együttműködés biztosítja azt, hogy a tárgy és a személyi feltételek maximálisan rendelkezésre álljanak. A képzés maga pedig különböző tanulási utakat biztosít mindenki számára. Tehát én nagyon jó szívvel ajánlom minden 14-15 éves fiatalnak, aki sportol, hogy jöjjön ebbe a képzésbe, hiszen érettségi után eldöntheti, hogy felsőoktatásba tanul tovább, másik szakképesítést választ, vagy ott marad és egy év alatt megszerzi a sportedzői szakképesítést. Te valamikor középiskolásként lettél NB1-es kosárlabdázó, valaki akkor igazán tudott, hogy mire van szüksége egy fiatalnak akkor, mikor egyszerre akar magas szinten tanulni és sportolni. Milyen lehetőséget kínál a mostani fiataloknak ez a Bencsben induló képzés? Nyíregyházi Szakközépiskolai Centrum Bencs László szakközépiskolájában induló, szeptemberben induló szakgimnáziumi sportágazati képzésben azokat kínáljuk, hogy az érettségi mellett kaphatnak sportszakmai ismereteket is a tanulók a sportágazatban, tehát anatómia, sportedzés, edzéstant és mindenféle szakmai ismeretet. Tehát az érettségi vizsga mellett egy masszőri, illetve sportedzői végzettséget is kapnak a 4, illetve 5 év során. Hogy mit tudunk nekik nyújtani, ami speciális és ami igazán vonzó. Én szeretném megragadni minden lehetőséget, ami a törvény ad. Speciális tanrend, speciális órarend biztosításával, a délelőtti edzések megszervezésével, akár a pihenőidő biztosításával is tudjuk, hogy ezek a közép iskolás sportolók, én személy szerint is átéltem annak idején, a rengeteg utazás miatt, igenis lehet, hogy vasárnap hajnalban érkeznek haza, vagy hétfőn hajnalban, lehet, hogy a hétfői napon egy kicsit rugalmasabban kell kezelni, mert nem tudott készülni úgy. Én azt gondolom, hogy a mi iskolánk és a mi tantestületünk abszolút alkalmas arra, hogy rugalmasan az értékeket keresve a gyermekben, hiszen nem biztos, hogy mindenki a tanulásban, nem mindenki a sportban, valaki mindkettőben tehetséges, keressük bennük azt, ami igazán bennük van, és ha a sportolóként, akkor támogassuk abban a sportban, abban a sportoló tevékenységben, megérdemelnek ezek a tanulók. Honnan várjátok a jelentkezőket, meddig lehet jelentkezni? Gyakorlatilag a megye egész területéről, aki úgy gondolja, szülő, gyermek, hogy szeretne bekapcsolódni a munkában. Lehet még bizonytalanok, lehet, hogy nem oda vették fel most, ahova ő szerette volna. És mondjuk egy érettségi vizsga, ez valamilyen szinten kicsit eltolja számukra azt a választást, hogy milyen szakmában legyünk, és a sport viszont közel áll hozzájuk. Akkor középiskolában ez a sportedző végzettség egy megerősítés lehet abban, hogy a sporttal dolgozott korábban. Nyilván utána lehet még szakmát választani, de lehet, hogy egy olyan elhivatottság, egy kötődés alakul ebben a 4 évben, hogy igenis a sportedzők, a sportszakemberek között majd köszönhetjük őket, és én azt gondolom, hogy edzőre, szakemberre mindig szükség van, úgyhogy várjuk a jelentkezéseket, innentől kezdve bármikor mind az intézményben, illetve igyekszünk minden általános iskolában a megyében eljuttatni egy szúranyagot, ami rajta lesz mind az iskolánk weboldalának az elérhetőség, illetve egy telefonszám, amin kereshetnek minket, valamint az intézményben egy egyszerű szülői kérelemmel gyakorlatilag felvételt lehet nyerni, illetve felvételi kérelmet lehet benyújtani most már a pótfelvételi eljárás keretében. A Bozsik Akadémiánál mindig is hangsúlyozták a futball, a család és az iskola hármas egységének fontosságát. Mennyire illeszkedik ebbe az arcpolitikába ez a most induló képzés? Én azt gondolom, hogy maximálisan illeszkedik, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, úgy, ahogy ön is mondta, azt, hogy a gyerekek képzése az nem egy rövid távú folyamat, és a középiskolás évek is nagyon nehezek minden szempontból. Ugye a felnőtté válás folyamata önmagában kihívásokkal teli, és ehhez jön még a tanulás kötelezettsége, de inkább azt mondom, hogy a tanulás igénye, mert én bízom abban, hogy minden játékosunkban megvan ez a fajta tanulási igény. És hogyha van egy olyan eszköz, egy olyan lehetőség, mint amit most Nyíregyháza Város Szakképzési Centrum,
a bench iskola biztosít, akkor nekünk ezzel élni kell, hiszen én azt gondolom, hogy egy megfelelő életforma alakítható ki, amiben a sport a prioritási sorrend első helyén tud maradni. Ezzel a játékosaink lehetőséget kapnak arra, hogy a maximális időt töltsék a pályán, és a képzettségük, a sportszakmai képzettségük, a futball képzettségük az maximálisan kifejleszthető legyen. Ugyanakkor nem kell lemondaniuk a tanulás lehetőségéről sem, érettségit szerezhetnek, amivel a későbbi életükben sokkal, de sokkal könnyebb helyzetbe kerülnek. Arról nem is beszélve, hogy a sport egy iparággá vált régen, egy futballcsapattal egy edző foglalkozott, most hogy néz ki a Bozsik Akadémiánál, hány gyerekre jut egy edző, és nem is beszélve még azokról a szakemberekről, akik egyéb más területeken dolgoznak. Fantasztikus, nagyon jó a kérdés, pont ez is egy markáns lehetőség számunkra, mert a Bozsik Akadémia jövője és a Nyíregyháza Spartacus jövője az csak úgy elképzelhető számomra, hogyha helyi kötődésű, megfelelő lokálpatriotizmussal felruházott, de szakemberek vesznek részt a munkánkban. Ez most is így van, és nagyon büszke vagyok arra, hogy minden kollégánk nyíregyházi vagy Nyíregyháza környékéről érkezett, magasan képzett szakemberek, akik még most is tanulnak, folyamatosan képzik magukat, és ennek a jövőben is így kell lenni. Tehát tudomásul kell venni, hogy a futballistává válás folyamatában csak a legkiválóbbak, a legszerencsésebbek és a legelkötelezettebbek jutnak majd el a profi labdarúgói státuszig, de mindannyiuknak, akik a tanulást is és a sportot is komolyan veszik, lesz lehetőségük a klub vagy az akadémia más területein való érvényesülésre. Talán nem járok messze az igazságtól, a korábbi beszélgetésünk kapcsán azt mondom, hogy ez a mostani kezdeményezés nagyon közel áll a szívedhez. Igen, ez nem kérdés. Mindig is szerettem volna azt megoldani, hogy a legjobb játékosaink kiemelten tudjanak készülni a további pályafutásukra, és természetesen ez a kezdeményezés ez csatlakozik ahhoz az elképzeléshez, amit szerettem volna kialakítani. Eddig is voltak már természetesen olyan középiskolák, akik partnereink voltak abban, és segítettek minket abban, hogy a legjobb kosárlabdázóink megfelelőképpen tudjanak felkészülni, de ez nem csak a kosárlabdáról, hanem a teljes sporttársadalomról szól, mert ebbe az iskolába nem csak kosárlabdázókat, hanem minden sportág képviselőit várjuk, akik megfelelőképpen vagy délelőtti edzéseket beiktatva is szeretnének sportolni. Ugye a legfontosabb az, hogy a játékosok úgy érkezzenek, vagy a sportolók úgy érkezzenek a saját edzésükre, hogy tökéletes fizikai állapotban vannak, nem egy leharcolt, fáradt sportoló kezdje el az edzéseket, hiszen úgy nem lehet megfelelő hatásfokkal dolgozni, de mellette meg kell oldani azt is, hogy a tanulás is megfelelő szintet képviseljen az életükben, hiszen nem lesz mindenkiből profi sportoló, bármilyen tehetségesnek is tűnik egy bizonyos időszakban, nem biztos, hogy ezt be fogja váltani, és nekünk gondoskodni kell, vagy felelősséggel kell tartoznunk azon játékosok, sportolók irányában is, akik végül nem fogják beteljesíteni azokat a reményeket, és nem tudnak majd profi sportolóként élni a felnőtt korosztályukban. Kerékpárversenyt rendeznek szombaton Nyíregyházán. A bringások a belvárosban kialakított 900 méteres pályán róják majd a köröket. A szombati nap programja az 11 órától lehet helyszíni nevezéseket bonyolítani. Ugye itt az igazolt és a profi versenyzőknek a nevezés már előre online már le kellett adni, de az amatőröknek, akiket szeretettel várok, majd a helyszíni nevezés meg megoldható. És lesz egy ilyen kis rövid eligazítás a csapatvezetők részére, lesz egy technikai értekezlet, és 12:30-tól kezdődnek az első futamok. Ugye az U13-mal kezdünk az igazolt kis versenyzőkkel, és gyakorlatilag úgy lépkedünk fel az U19-ig. Ezek a futamok 20-30 percesek, korcsoportoktól függően 3:30 környékén kezdődnek az amatőr futamok. Az indulók létszámától függően megbontjuk 18 év alatt felettiekre, kevés induló esetén egybe indítjuk őket, és 5 órától pedig jön a profi futam, ahol már kontinentális versenyzők is rajthoz állnak. A profi futamban pénzdíjas lesz, tehát ott elég komoly pénzekért fognak hajtani a srácok. A profi futamnak a várható érkezése, vége, ugye az 50 kör, az olyan 6 óra magassága, és akkor olyan 6:45-7 között pedig elkezdjük az eredményhirdetési ceremóniát, illetve a jövő évnek a hivatalos bejelentését. Milyen létszámra számítotok? Összlétszámban én egy olyan 150 indulóra én számolok.
ebből akiknek a nevezését már be tudtuk fogadni, ugye az elit nemzetközi futamba ott ugye már két héttel ezelőtt le kellett adni a nevezést, az egy olyan 50 fő, és akkor az utánpótlásokban a gyerekeknél pedig ilyen 10-15-20 fős létszámokra számítok. Elég jó helyzetben vagyunk ilyen szempontból, mert ugye ez május 18-a, május 19-én Debrecenben diákolimpia döntő, tehát nem véletlenül kapcsoltuk egymáshoz a két rendezvényt. Gyakorlatilag akik az ország túlsó végéből jönnek, azoknak is érdemes lejönni ide, még egy ilyen kis rövid háztunk körüli verseny miatt is, mert ugye gyakorlatilag nem kell korán, nem kell hajnalba indulni, meg tudnak szállni, szállást ugye biztosítunk, és másnap pedig itt 50 kilométerre a diákolimpia döntő, tehát gyakorlatilag egy kétnapos versenyről van szó. Milyen erősségük lesz az elitmezőny? Az elitmezőnynél ugye gyakorlatilag az erősség az lesz kontinentális induló, a szerb nemzeti válogatottra számítunk, a magyarok részéről a két legerősebb csapat, a Pannon, illetve az Epronex leadta a nevezését, gyakorlatilag a válogatottat ők adják. Az osztrákoknál van egy kontinentális csapat, akinek várom a visszajelzését, a csehektől a Tufo leadta a nevezést, ez szintén egy kontinentális csapat, illetve a szlovákoknál van egy klubcsapat, de ők is most elég szépen helytáltak a V4 versenyen. Hol lesz kialakítva a pálya? A pályának az útvonal az az ilyen utcának az osztott pályás útja. A óránál lesz a rajtszél kapu felépítve, és az útvonal ugye a Bercsényi út fele haladva, a postánál balos kanyar, turóház előtt elfordulunk, balra visszafordulunk a Kálvin tér, és ugye az osztott pályás részén ugye tovább haladva a K&H biztosítónál visszafordító. Ez 900 méteres kör, nagyon intenzív, és az igazolt versenyzők számára egy általam kijelölt, de elég kemény pálya, mivel a célvonalat a városháza, a Kossuth tér fele tettük, így gyakorlatilag nincs pihenő. Mert aki a K&H biztosítónál első ötbe fordul, annak van esélye elsőnek érkezni, hogyha a túloldat lenne a célkapu, akkor egy nyugis verseny lenne, így viszont egy kis háború lesz. A rally és a jazzki után kerékpárban is tesz Nyíregyháza nagy, miért tudta fontosak a városvezetés, hogy a sportág mellé álljon? Egyrészt azért, mert itt önmagában a városban is nagyon sokan szeretik a kerékpározást. Ugye lehet látni, hogy Tokaj felé is mennyi nyíregyházi kerekezik el. Vannak olyan rendezvényeink, amelyek kimondottan a félprofiknak, a családoknak szólnak. Viszont a kerékpár egy annyira, hogy úgy fogalmazzam, egy menő sportág Nyugat-Európában, amelyre rengeteg ember kíváncsi. Azt gondoltuk, hogy Nyíregyházát is egy újabb technikai sportként fel lehetne tenni erre a térképre. És az a szerencsénk, hogy Nyíregyházánél az egyik nemzetközi sportbíró, aki a Magyar Kerékpár Szövetséggel is jó kapcsolatot ápol, és meggyőződött bennünket arról, hogy egy V4-es fut, amit Nyíregyházán, ez milyen jó lenne. De azért, hogy kipróbáljuk magunkat, azt gondoltuk, hogy a városnapok mellett rendezzünk először egy kisebb körversenyt, hogy megnézzük az embereknek a türelmét, illetve azt, hogy a városunk mire jó. Azt gondolom, hogy ezt mind összevetve Nyíregyházának ez egy kiváló alkalom arra, hogy a kerékpárnak a szerelmeseivel, a kerékpársport szerelmeseivel megismertethessük test közelből azt, hogy milyen egy profi verseny, milyen az, amikor itt az emberek igen, kerékpával szinte egymásnak mennek, vagy 2-3 centire mennek el egymástól, hogy lássanak ilyet is. Meglátványnak sem, azt gondolom, hogy egy utolsó dolog, és remélem azt, hogy Európából minél több ember megismeri a városunknak a nevét, a megyénket, illetve ezt az egész régiót, és minél többen fognak ide ellátogatni. Vereséggel zárta a szezont a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttese 60-47-re kapott ki az Eltebe a Cújbud otthonában, de ettől függetlenül a csapat benn maradt a piros csoportban. Érdekes volt, mert ugye itt már az volt a kérdés, hogy egyáltalán el tudunk-e vinni annyi játékost, hogy ne kapjunk ezért büntetést. A sérülteket mozgósítottuk, és így felutaztunk 10 játékossal. Megmondom őszintén, hogy az első perctől kezdve nem igazán volt esélyünk, tehát ugye azért sokkal agresszívabbak, harcosabbak voltak, jól alkalmazták
a területvédekezést, az emberfogást, alapvetően a betörésekből rendepontokat kaptunk. A centerekkel nem igazán tudtunk mit kezdeni, tehát az ő kettő-kettőjükből az esetek 90%-ában kosár született. Mi próbálkoztunk különböző védekezések, különböző támadási variációkkal, kisebb-nagyobb eredménnyel, tehát az első fél idő az egyszerűen kaotikus volt, tehát mint hogy egy kézilabda meccsen lettünk volna, tehát annyira kevés pontot dobtunk. A második fél idő, most nem azt mondom, hogy sokkal jobb volt, de azért valamilyen szinten kicsikét pontosabban, kicsikét határozottabban kosárlabdáztunk. Addigra sikerült talán nekünk is ezt a ritmust fölvenni, amit a diktált nekünk. Az igazság, hogy Isten igazából az volt a kérdés a végére, és akkor, hogy mekkora lesz ez a különbség. A vonalat a csapat nem alatt húzták meg, azaz benn maradt a piros csoportban a nyíregyházi kosárlabdás. Milyen volt ez a szezon, mennyire volt erős a bajnokság? Eleve nem így vágtunk neki ennek a bajnokságnak, tehát ugye, amikor neki vágtunk, annak is vállaltuk azt, hogy a piros csoportban játszunk, akkor úgy nézett ki, hogy több rutinos játékos is fogja segíteni ennek a fiatal csapatnak a munkáját. Na most időközben ezek a rutinos játékosok szépen lassan mind megsérültek, vagy ugye azok, akik a végjátékot is még vállalták, azok vagy iskolai, vagy munkai elfoglaltság miatt minimálisan tudnak csak együtt edzeni a csapata. Tehát bárhogy is nézzük, ennek az egész szezonnak a gerincét azért csak a junior és a kadett játékosaink adták. Ugye őrájuk nehezedett az a teher mindenféleképpen, hogy helyt kelljen állniuk. Na most ez nem volt egy egyszerű feladat, bárhonnan is nézzük. Tehát most az év végére kiderült, hogy addig tudtunk jól működni, amíg az idősebbek és a fiataloknak az egyvelege, tehát hogy a jól összeragott rutin és fiatalság tudott együtt dolgozni. Ez most ugye elment a fiatalság irányába. Nekik viszont még nagyon sok rutint és tapasztalatot kell ahhoz szerezniük, hogy ebben a mezőnyben mi valóban olyan teljesítményt tudjunk nyújtani, ami győztes mérkőzésekhez fog vezetni, és nem csak egy-egy győztes mérkőzéshez, hanem esetleg mérkőzések tömkeregéhez, amit ugye nagyon szeretnék én már látni. Nehéz volt, tehát minden szempontból nagyon nehéz volt, fárasztó volt, tehát ugye a junior, a kadett mellett ezeknek a lányoknak tehát az NB1-et is vinniük kellett, tehát én úgy gondolom, hogy ők is elfáradtak úgy fizikálisan, mint mentálisan, és ugye emellett azért a tanulmányokat is folytatni kellett, tehát ugye azért sokan még most ugye érettségiztek, tehát előérettségiztek, felsőfogú nyelvvizsgáztak, középfogú nyelvvizsgáztak, de most az, hogy kosárlabdáznak, az nagyon szép és jó dolog, de ők emellett azért a tanulmányi szinten is nagyon sok mindent tesznek azért, hogy a későbbiekben sikeres emberek legyenek majd. Vár-e valamelyik korosztályra még tornameccs? Igen, tehát a kadettjeink ugye most itt a hétvégén befejezték, már a juniorok már jó régen, az NB1 is befejezte a múlt hétvégén, de a serdülőknek még a következő hétvégén, tehát itt május 23-tól 27-ig azért itt még egy B-döntő az, amit részt kell venniük. Az, hogy hol azt még nem tudjuk, mert ugye per pillanat még nem kaptunk erre semmilyen tájékoztatást, de ugye dolgozniuk kell, de egyébként se hagynánk abban a munkát, tehát mindenféleképpen már most elkezdjük a következő év korosztályait összetenni, és azokat a speciális dolgokat elkezdjük megtanítani, ami a következő évre esetleg fontos lehet majd. Ismét bejutott az atlétikai csapatbajnokság döntőjében a nyíregyházi debreceni vegyes csapat, miután az ötödik helyen végzett a Miskolcon megrendezett keleti elődöntőben. Az elsődleges célunk a továbbjutás volt, hiszen mind a két helyszínről 6-6 csapat jutott tovább a székesfehérvári döntőbe, amely majd szeptember elején lesz. És hát tudni kell, hogy ez a csapat 90%-ának az első versenye volt, tehát még nagyon az elején vagyunk a versenyidőszaknak, és sok versenyzőnk, többek között Bakosi Péter sem tőlünk, illetve a debreceniek közül a gátasok, a középtávfutók még nem indultak el ezen a versenyen, hiszen komolyabb versenyekre készülnek, és a gátasok például most mentek el edzőtáborba. Ettől függetlenül az ötödik helyen bejutott a csapat a döntőbe, és nyíregyházi versenyzők érmeket, aranyérmeket is szereztek. Így van. Annak ellenére, hogy ez valóban az első versenyük volt, nagyon sok jó eredmény született, és még egyéni csúcsok is születtek. 4 első helyet sikerült szereznünk, diszkoszvetőknél Szikszai Robi, aki 60 méter fölött dobott, Káplár Jani 60 méter közelébe, csak 9 centi választotta el a 60 métertől. Ők első-második helyet szereztek, Kerekes Dóra második lett diszkoszvetésben,
a hármasugrásnál Pár Robin és Zajác Petra nyerte a hármasugrást, illetve távolugrásban szintén második lett Varga Péter. Tehát azt mondom, hogy ott voltunk a legjobbak között, és jó eredményeket értünk el. A fiatalok is benne voltak a csapatban, tehát ifjúsági és juniorkorú versenyzők is versenyeztek. Ők önmagukhoz képest jól versenyeztek. Helembrandt Máté már a hétvégén rajt hozzááll a gyalogló Európa kupán. Mi vár most a többiekre, hiszen ebben a hónapban, vagy június közepéig a versenymentes időszak következik? Így van, Máténak ez az 5 kilométer, amit szintén megnyert, az bemelegítés volt, és a 20 kilométerre készül majd az Európa kupára. A többiek pedig felkészülési versenyeken indulnak, hiszen az országos bajnokságok már június közepétől júliusban kezdődnek. Az elmúlt évben a Csébén harmadik volt a nyíregyházi debreceni vegyes csapat, az előző két évben megnyerte a Csébét. Ugyan még messze van a döntő, de mégis az itteni eredmények alapján mire lehet majd számítani? Azt láttuk, hogy a Honvéd és a Geac Ikarusz nagyon megerősödött, de bizakodóak vagyunk, hiszen ha ott vannak azok a versenyzők, akik most nem tudtak elindulni, akkor több mint 100 ponttal többet tudunk csinálni, és ezzel a 100 ponttal most az elődöntőt is megnyerhettük volna. Ami az erőn léti állapotot mutatja Debrecen és Nyíregyháza között, a megszerzett pontoknak a 3/4 részét a nyíregyházi csapat szerezte, tehát ott voltak olyan versenyzők, akik még jóval több pontot összegyűjthetnek majd a döntőre. Ismét beválasztották az MKOS elnökségébe Sitko Ernőt. A Nyíregyháza Bursaks szakmai igazgatója szerint utánpótlás vonalon a mennyiségi növekedés mellett a minőségi képzésre is nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Nagyon örülök annak, hogy az elmúlt 4 évet ott tölthettem az MKOS elnökségében, illetve még jobban örülök annak, hogy a következő 4 évben is lehetőséget kaptam, hogy meg tudjam mutatni, hogy mit tudok tenni a magyar kosárlabdázásért, és bízom benne, hogy sikeresen fogunk tudni tovább dolgozni. Merre halad a magyar kosárlabda, ezen belül inkább arra lennék kíváncsi, hogy merre halad a magyar férfi kosárlabda? Nagyon jó lenne, hogyha azt mondhatnám, hogy folyamatosan emelkedünk, és folyamatosan fejlődik a magyar kosárlabdázás, de azért azt hiszem, hogy az elmúlt évek eredménye bizonyítja azt, hogy nem vagyunk rossz úton. A férfi válogatottunk, nem is tudom, mikor volt, vagy mikor kapott olyan lehetőséget, hogy világbajnoki selejtezőt tudjon játszani, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenféleképpen nagyon nagy elismerés, hogy ott lehettünk, és akik látták a mérkőzéseket, azok tudják, hogy a válogatott nem játszik alárendelt szerepet soha, és nagyon szervezetten és jó játékkal tud megmutatkozni a csapatnak a játéka ezeken a találkozókon, és azért úgy gondolom, hogy az egy nagyon szép teljesítmény, hogy például a horvátokat is meg tudtuk verni, akik nem akármilyen kosárlabda múlttal rendelkeznek. Az, hogy az utánpótlásunk hogyan fejlődik, az egy másik kérdés. Úgy gondolom, hogy el kell indulnunk egy olyan úton, ahol a mennyiségi növekedésen túl most már egy minőségi változást is meg tudunk mutatni. Azért részeredményeink vannak, mert a 3x3-as kosárlabdában azért egy U18-as válogatott, fiú válogatott Európa-bajnok tudott lenni. Szeretném, hogyha ez tovább fejlődne, és a 3x3-ason túl az 5-5 elleni kosárlabdában is szép eredményeink lennének. Talán célként annak azt tűzhetnénk ki, hogy minden korosztályos válogatottunk ott mozogjon valahol az A-csoportba jutásnak a környékén, és mindig legyen lehetőségünk arra, hogy fölkerüljünk az A-csoportba, esetlegesen ott is ragadjunk, hogyha sikerül följutni. Mindenféleképpen fontos az, hogy a fiúkos állapdázás utánpótlásában is előre tudjunk lépni, és sokkal meghatározóbbak tudjunk lenni Európában. A női kosárlabdázás egy picit más, ott szebb sikereket érünk el. Azt hiszem, hogy óriási eredmény az, hogy újra Magyarországon lehetett egy Euroliga Final Four egymás után kétszer, ráadásul nagyon jó visszajelzésekkel, nagyon jó visszhangokkal a rendezvény után is, és úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen elismerése annak a munkának, ami Magyarországon zajlik. Ennek talán csúcsa az lehetne, hogyha 2021-ben sikerülne az Európa bajnokság, a férfi Európa bajnokság egyik fordulóját idehozni Magyarországra. Úgy gondolom, hogy aki figyeli a sportágunkat, az tudja, hogy,
hogy valahol ott a labdarúgással mérik egyben a kosárlabdát, és egy nagyon nagy elismerés lenne az a magyar kosárlabdázásnak is, hogyha itt lenne egy fordulója az EB-nek. Remélem, hogy ez sikerül majd. Az elmúlt években a korosztályos fiú válogatottakban rendben voltak nyíregyházi játékosok. Ezen a nyáron kik lehetnek ott? Ezen a nyáron is kaptak meghívást Fazekas Csaba, illetve Sitku Marci az U20-as válogatottba. Mokánszki Máté is tagja ennek a keretnek. Máténál az a helyzet, hogy a 3x3-as kosárlabdában túl jól szerepel, és éppen ezért ott is szeretnének számítani rá, két helyen nem lehet, ezért majd a szövetség, illetve a szakmai stáb fogja eldönteni, hogy a 3x3-as vagy az U20-as 5-5-ös válogatott számít rá, vagy ad lehetőséget neki. Mindenféleképpen ott kell, hogy legyen, mert a munkája mindenképpen feljogosítja arra, hogy ő is tagja legyen valamelyik keretnek. Mellette pedig én ott leszek az U18-as fiú válogatott mellett csapatvezetőként, akik Nagyváradon fognak küzdeni majd az EB szereplésben. Remélem, hogy egy picit szebb eredményt fognak tudni elérni, mint amit tavaly elértek. Korábban években arra is volt példa, hogy korosztályos válogatott meccseket játszottak Nyíregyházán. Van esetleg esély most arra, hogy valamelyik felkészülési tornát valamelyik korosztályban idehozza a szövetség? A programok már kialakultak, és nem szeretett volna az elnökség egy olyan programot összeállítani, ami esetleg terhet jelentett volna egy új elnökség számára. Ugye a választás előtt nem tudhattuk, hogy ki az, aki folytatni fogja a munkát. Éppen ezért a legalapabb vagy a legbiztosabb helyszíneket rakta be egyenlőre a szövetség a programjába, de többször jártak már Nyíregyházán akár a versenybizottság vezetője, vagy a felügyelőbizottság vezetője is, és mindig nagyon jó visszajelzéseket, de Szalai Ferenc elnök úr is volt itt, és mindig nagyon jó visszajelzéseket kaptunk Nyíregyháza helyszínéről. Én nagyon bízom benne, hogy a Continental Arena nem sokára valamelyik korosztályos vagy akár felnőtt válogatott mérkőzésnek is helyet adhat. Ennyi fért a mai Sportszeletben. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!